Míg New Yorkban fagyok pusztítanak, itthon megdőlt a meleg rekord. A nap folyamán volt, ahol 17 fokot mértek az országban. A meteorológus szerint normális jelenség, hogy amíg az Egyesült Államok keleti partjainál extrém hideg van, Európában a meleg uralkodik. Itthon Bálint gazda kertjében még a hóvirág is kinyílt. Hiába van január, plusz 7 fokot mutat ez a belvárosi hőmérő. A város megtelt emberekkel, mindenki élvezi a napsütést. Egyfelől örülök neki, mert szeretem a meleget, meg a napsütést, tehát jó kedvem lesz tőle. Másfelől meg annyira nem, mert hát jobb lenne, hogyha nagy hó lenne és lehetne szánkózni, tehát hogy ez a szélsőséges időjárás, ez így nem annyira jó. Én örülök neki, mert nem kell annyit hűteni otthon. Sokan furcsálják, hogy több mint egy hónap alatt tél kezdete után is ennyire enyhe az idő. Hát félek, hogy lesz egy erős tél utána még. Elég szokatlan valóban ez az időjárás itt hazánkban. Török László meteorológus azt mondja, ma egy több mint 40 éves melegrekord dőlt meg, amikor az ország déli részén 17 fokot mértek. Változik folyamatosan a Földnek a klímája, és ez az egyik jelensége lehet ennek tulajdonképpen, hogy az időjárási szélsőségek azok fokozódnak, ezeknek a száma növekszik. A szakember szerint nem lehet megbecsülni, hogy pontosan milyen telünk lesz, pár nap múlva azonban biztosan lehűl majd a levegő. A frontra érzékenyek biztosan nem örülnek az enyhe időnek, Pinter Ferenc humán meteorológus szerint az idő sokak szervezetét megviseli. Ilyenkor sokkal gyakoribb a fejfájás, a migrén, erősödnek a gyulladásos folyamatok, és sok ilyenkor a trombózis, nagyon meg a trombózis veszély, és hát összességében hát végül is kimozdítja a szervezetünket az ilyenkor szokásos, normális állapotból. A szakember szerint fontos figyelni arra is, hogy mivel nincsenek fagyok, sok baktérium túléli a telet és betegségeket okozhatnak. Lehet látni, hogy kipattannak a rügyek. Ezeket a növényeket becsapta a meleg, van, ami már virágzik, de sok rügy is kiserkent. Pánikra semmiképpen nincsen szükség. Bálint gazda szerint nem melegedett annyit az idő, hogy a mélyen gyökerező növények is veszélybe kerüljenek. Nálunk úgy számolják, hogy a tél a 110 napig tart, december 1-én kezdődik, és március 20-a felé fejeződik be. Hát ennek az egyharmada telt most el 36 nap, és még 73 vagy 74 nap még hátra van, és ez alatt még biztos, hogy lesznek olyan hideg idők, amelyek hát ezt a különös jelenséget valamiképpen ellensúlyozzák. Bálint gazda azt tanácsolja, a tavasz közelettével érdemes szinte mindent permetezni a kertekben.